lehet rugom, sietek haza, meg aztán éhesen vagyok. Hát ha nem, nem. De legalább igyon egyet, hisz egészen kimelegedett. Majd legközelebb, ha sietek haza, hogy végezzek még sötétedésig. Hát akkor minden jót, János mester. Magának is rugom, asszony. Ilyet se láttam még, Kató, hogy a te kolbászod kurkád illatától nem lesz éhes valaki. Úgy, úgy. Éhes az lelkem balogni, csak hogy nincs szegénynek egy vasa se. Hát nem mesternek szólította, Kató? Milyen mester az, aki nem tud megélni a mesterségével? Csizmadia. Az emberek összebeszéltek talán, hogy ezentúl nem viselnek csizmát. Nem ezért nem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Rossz munkát végez. Nincsen elég dolgoztatója. Dehogy, dehogy. Maguk a vevők panaszkodtak, hogy nem igyekezt adatni, amit ő egyszer megvan. Hát nem fizettek becsülettel? Egyik sem igaz, és János gazda mégsem tudott zöldágra vergődni. Azért tudni illik, mert az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke. Szép fiúcska, János! Ugye milyen szép a szemecskéje? Milyen pici a keze? Gömböly az arcocskája, édes mosolygós a szájacskája. Olyan egészséges, mint a ma. Egészen az apját kormányzza. A nézeken! Ó, én uram Istenem! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, jaj! Ó, jaj! Szép a kis, okos a kis, az urázása van rajtunk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ó, jaj! Ó, jaj! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Ó, jaj! Ó, jaj! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mikor lesz már egy hosszas után kultúr? János mester, ó, milyen szomorú. Itt van ez a szép egészséges kisbaba, de az édesanyja meghalt. A 9. Itt van hát a kultúr. Ó, jaj! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bizony János mester egyedül maradt a 9 gyerekkel a világon. Hely, sok van ezzel mondva. 2-3 már iskolába jár, 1-2 járni kell tanítani, kitetetni, kinek tépet főzni, emezt öltöztetni, amaszt megmosdatni. És valamennyire keresni. Bizony édes, édes atyám fiai, ez nem csak én hivatal, próbálja csak meg valaki. Egyszerre 9 pár cipő. Éhes vagyok, édesapám. Mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre 9 karé. Nagyobb szőszke barna emberforma fejekkel. Ó, én uram Istenem, megáldottál engemet. 9 bizez, egész kerek 9-es szám. No, de hála érte az Úristennek,
még nincsen ok panaszra, mind a 9 egészséges. Inkább 9 darab kenyér, mint egy orvosságos üveg, inkább 9 ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte. Nem is volt János mester gyermekeinek semmiféle szándékuk a meghalásra, az már el volt végeztetve, hogy ők mind a 9-en keresztül dolgozzák magukat az életen, és nem engedik át a helyüket senkinek. Nem ártott nekik sem a hó, sem az eső, sem a száraz kenyér. Adod ide? De hogy adom, ez az enyém. Én találtam a kerítés mellett. De én találtam ki, hogy lovagolni lehet rajta. De hogy lovagolhatnál az én dobamon, te papírhuszár? Papírhuszár vagy te, tudd meg, nem is kell a vacakbotod. Tudod mit? Ketten is feljöhetünk rá, erős ló ez. Gyerekeim, ma van karácsony este. Elkészültem néhány új csizmával, elviszem a városba, s az árából hozok nektek ajándékot. Én fahuszát kérek, édesapám. Én is, én is. Én mézes bábot szeretnék. Nekem is azt hozom, édesapám. Aranyos báránkát. Ez is csengeti be a nyakám. Mi képes könyvet szeretnénk, édesapám. Hát nekem mit hozzak, bogaram? Én fahuszát kérek, aztán... mézes bábot, aranyos báránkát, az is csengeti a nyakám, és könyvet. Csak ennyit? Nem, de most csak ennyi jut az eszembe. No, most jók legyetek, amíg hazajövök, akkor lesz ajándék. Jók leszünk! Itthon van-e a ház népe? Adjon Isten János mester, csak nem meghozta az uram csizmáját. Meghoztam ifjaktól. Milyen szép munka, ilyenre meg csizmát az egész vármegyében nem csinál más. Igazi mesternő, mennyi lesz az ára? 10 pénz lesz, de csak azért, mert jókomák vagyunk. Jaj, édes János mester, tudom én, hogy ez a remek darab 12 pénzt is megérne. De hiszen karácsony van és a Lacikának, Marikának színes forgót vettem. Nézze a mester uram, hogy hibázzik az árából, majd ünnep után kipótolom. Hisz a Lacika és a Marika jó gyerek. Isten neki fogja hát. A háziak. Itthon vagyunk, János mester. Kerüljön beljen. Nem lehet, öcsém uram, csak a gyerekecskének hoztam a csizmáskát. Ó, a Pisti, hogy fog örülni? Csikorgó csizmáskában ment a templomba, és úgy köszönteti a kis Jézust. Úgy. Jaj, milyen szomorú, hisz mégsem örülhet a gyerek. Nincs pénzem. Most tettem oda az asszonynak az utolsó rajcárokat, tejre, lisztre, tojásra, hogy egy kis karácsonyi kalácsot süthessem. Ó, mennyire sajnálom, pedig jó gyerek a Pisti, mégsem lesz neki csizmáskája térre. Fogja, öcsém uram, majd kifizetik, ha lesz mögül. Hadd üdüljön a kis Jézuska, hogy jászlót, hadd üdüljön a kis Jézuska jászlóban, hogy úgy csizmáskában látja a gyerkőcöt. Isten megáldja, édes János mester. Úgy. Adjon Isten jó estét! Jó, hogy jön, Ken, már nagyon vártam, elhozta az új csizmámat. Éppen abban fáradtam. Mondja ide gyorsan, már azt hittem karácsonyra nem lesz új csizmám, és a tavalyiban kell szégyenkeznem. Olyan, mint a kántorné. Szakasztunk másra. Milyen csinom a bőre, formás a sarka, rögyelós a szája.
12 pénz lesz nagyságos asszonyom. 12 pénz? Ezért a vacak csizmáért? Nem ér az többet 9 pénznél. Na fogja meg, jó ember! Isten vele! 2, 4, 6, 8. De hiszen ez csak 8? Csak 8? Még hogy 12, ugye, hogy 8 pénz is elég lesz. Még új bundát is szeretnék, hisz nem csupolkodhatom a régiben, mikor a komasszonynak is új van. Képes kölcsön tessék! Mézes bábot vegyenek, finom is, szép is, a gyerekek öröme. Mézes bábot vegyenek. Csengős bárány, puha, fehér a bundáskája, mosolygós a kopácskája. Minden gyerek erre vágyik. Itt a csengős bárány. Képes könyvet vegyenek. Tündérek, táltosok, óriások és törpék. A mesét hozzá ingyen adom. Képes könyvet tessék. Mézes bábot vegyenek. Angyalkát, lovacskát, tükrök szívet tessék. Itt a finom mézes kalács. Jó gyermekeink vannak egyébként. Jó is, szép is. Jó is mind a kilenc. Vigyél nekik mézes bábot, az örüljenek a kicsit. Hogy darabja? Ez a szízak, kérdez. Sok, nagyon. Hogyan veszek új bőrt? A szerszámot is nyeleszteni kéne. Nem lehet, nem lehet. Itt a szép bárányka, csengetjű róla nyakába. Minden gyerek erre vágyik. Ó, az Erzsike pont ilyetkét, hogy ödnőne a lelkem. Mivel ez az utolsó, másfél pénzért odaadom. Én is szeretnék gyerkőzőtásra hazamérni. Egynek vegyek, hogy a többi aztán irigykedjék rá. Azt már nem. Itt vannak a szép históriás könyvek. Érdekes, izgalmas, kalandos történetek. A sárkányölő Szent György, Árgyélus és Tündér szép Ilona, a tündérek kertje. Hogy adja néni? Csak magának, János mester, megszámolom 2 pénzért darabját. 2 pénzért? Nekem is többe van. Nézd, de milyen finom a kötése, színesek a képei. Nem lehet, nem lehet. De hát akkor mi lesz a 9 gyereknek az ajándék? Nem kapnak semmit az ártatlanok? Dehogy is nem. Olyat adok én nekik, ami szép is, jó is, el sem törik, el sem kopik, és a másiktól sem vehetik el. No, erre kíváncsi vagyok. Képes könyvet tessék! Hozott édesapám. Na nézzük elő, megvagytok-e még. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itt vagyok, édesapám! 9. Gyerekei, ma van karácsony este. Ünnepám ez, nagy örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk az ennyien. Hurrá, nagyon! Hát még ha megtanítalak benneteket arra a nagyon szép énekre, amit én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám. Erre a napra tartogattam karácsonyi ajándéknak. Megörvendeztetjük vele az angyalokat. Igen, örvendeztetjük. Ha jól viselitek magatokat, aztán szépen sorba kell állni. Így mi, vános csendesség. Krisztus Urunknak áldott születését, angyali verset mondjunk szent önnöké, majd a teremnek mezei beléken, zengetek én. Megöl!
örvendeztetjük az angyalokat. Hát az lehet, hogy az angyalok örvendeznek ott fenn a mennyben, de annál kevésbé örülnek fenn az első emeleten. Ki lakik ott? Ott egy gazdag nőtlen úr lakik, egy maga 9 szobában. 9 szobában! 9 szobában! És mit csinál egy maga 9 szobában? Egyikben ül, a másikban alszik, a harmadikban pipázik, a negyedikben ebédel, ki tudja, mire használja a többit. Ha nincs se felesége, se gyereke, milyen van akkor, s mit csinál egész nap? Pénze van, annyi pénze, hogy maga se tudja mennyi. S hogy mit csinál? Hát gondolkodik. Miért nincs az ételnek íze? Miért nincs az újságokban semmi érdekes? Miért nincs az újságokban semmi érdekes? Miért nincs a nagyszobában levegő? Nem megmondtam, hogy csináljon veled oda, nem? Próbáltam, uram, de nagyon örülök. Vajon minek örülök? Most már magam nézem meg. Nem azért jöttem, de sok gyereke van kedvnek. Van bizonságos uram, kicsi is, nagy is. Sok szárnyikor evésre kerül a dolog. Még több szárnyikor ének erre. Halljak egy nyáros beszél, de magát szerencsés emberré akarok tenni. Adjon ide egyet nekem gyerekei közül, én gyerekemnél fogadom, felnevelem, eljár velem külföldre, a többieket is megsegíthetni. Hogy ne adnám? Persze, hogy adom, hiszen ez nagy szerencse, nagyságos úr. Ha válaszom közülük, kendegye, aztán menjünk. Parancsok, sorakozó! Ez a Sándorka. Na ezt nem adom, jól tanul, ebből papnak kell lenni. Ez a Ferencke. Ez már segít nekem a mesterségben, de hogy adom. Ez a leány pedig már a háztartásban is segít, hogy adhatnám oda. Ő meg az anyja nevére van keresztelve, de hogy adom. Ő volt az anyjának a legkedvesebbje. Ó, szegény asszony, megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek adnám. Ő meg egészen engem formál, de hogy adom. Ez a három,
kettő, meg még túl kicsi, mit csinál velük a nagyságos úr? A borontyok, választatok magatok, melyiktek akar elmenni, nagy úr lenni, kocsival járni. Szóljatok, no, álljon elő, aki akar. Én nem akarok nagy úr lenni. Én nem akarok fényes kocsival járni. Én nem akarok külföldre utazni, édesapám. Én nem akarok a nagyságos úr gyereke lenni. Én sem. Nem lehet nagyságos uram, nem lehet. Látom. Hanem hát legalább akkor annyit tegyen maga kedvemért, hogy ne énekeljen velük többet. Fogadjon át tőlem 1000 pénz, ezért van a gyárulatért. Énekeljünk! Nem szabad énekelni. A nagy úr odafönn meghallja. Édesapám, tanítsa meg azt a dalt újra, hiszen már elfelejtettük. Igen, elfelejtettük. Nem takarodtok mindjárt, ti szettevetét. Nem tudjátok mi az? 1000 pénz. Nem szabad énekelni. Punktum. Ma van karácsony este. Örülhetünk, édesapám! Örvendezzünk! Ez az a legjobb éve! Istálomalással, nagyságos jó uram, inkább fogadja vissza a pénzt, hadd ne legyen az enyém, hadd ne örüljek én, mikor. Hadd örüljek én, mikor nekem tetszik, mert többet ér az 1000 forintnál. Bolond kegyelmes mester, az már biztos. Nem bolond, boldog vagyok, uram. Látja ezt a 9 gyermeket? Ők az én boldogságom, örömöm, gazdagságom. Borontyok, sorakozók. Énekeljünk tiszta szívvel, mert ma született a kis Jézus. Krisztus urunknak áldott születésén, angyali verset mondjuk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezeébe régen zengette képpen. Békesség Istennel, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek, és nemzetségnek. Nekem 9 szobám van, hogy gondolkozzak valamint. Na és mi gondolkodik a nagyságos úr? Vajon mi örülni való találnak ezek ebben a nagy, unalmas világban? Krisztus urunknak.